Az 1987-ben alakult a Magyar Diáksport Szövetség kapcsolatban áll valamennyi magyarországi közoktatási intézménnyel és tagjain keresztül több mint 8000 testnevelő tanárral. Az MDS minden évben megrendezi a Diákolimpiát, amelynek keretében közel 300 ezer fiatal méri össze tudását a különböző sportágakban. 8500 rendezvénye van a Diáksport Szövetségnek egy évben. A kis térségi, tehát a körzeti diákolimpiáktól egészen az országos döntőig, a körzeti diákolimpia, az iskolák közötti diákolimpiákról beszélünk. Ez nagyon nagy feladatot hárít egyébként minden az összes megyei egyesületünk részére, ugye van 20 tag egyesületünk, amelyek egyébként önálló jogi személyiséggel rendelkeznek. Ezek egyike a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület, amely február 3-a és 6-a között Nyíregyházán rendezi meg az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok országos döntőjét. Nem minden megyében van országos döntő, ugye pályáztatjuk az országos döntőknek a helyszínét, és hát azért azt valljuk be, hogy az utóbbi időben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport Egyesületünk egy nagyon-nagyon komoly fejlődésen ment keresztül. Egy nagyon-nagyon szép, komoly munka folyik, és ennek természetesen az a végeredménye, hogy mi a Diáksport Szövetség, amikor arról döntünk, hogy milyen fontos események vannak, akkor természetesen országos döntőt is kell, hogy és szeretnénk is adni az ilyen jó működő megyéknek. Balogh Gábor elmondta, mivel a szövetség az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen hirdeti meg a Diákolimpiát, az tanulmányi versenynek számít, így az országos döntőkön akár egyéniben, akár csapatban érmet szerző fiatalok 10 plusz pontot kapnak a felsőoktatási felvételin.